A Dombrádi Szabad a Tisza felső szakaszának egyik legszebb homokos, lassan mélyülő strandja. A top turisztikai pályázatában ennek fejlesztését tűzte ki célul az önkormányzat. Azért fejlesztik a strandot, mert egyre többen töltik itt a nyári szabadságokat, és sokan érkeznek távolabbról, például Debrecenből a folyópartra. Gyakorlatilag a fürdőző létszámunk olyan 4000, 5000 vagy 6000 között szokott lenni, abból, ahogy, ahogy meg nézni, egyre több az idegen fürdőző, mert mint aki látja, hogy a Covid után itt a Tiszaparti üdülőrendszer is felfejlődött, gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy alig van eladó ház, mindenki költözik ki úgymond egy nyugodt környékre, csak hiába költözik ki, hogyha az infrastruktúrát nem tudjuk nekik biztosítani, akkor úgy vannak vele, hogy miért pont Domrád, akkor lehet menni máshová, ezért szeretném ezt a részt még fejleszteni, mert hiába elmondjuk, hogy Domrád, a Tiszapart, e, e, ilyen jó itt, olyan jó itt, csak hát az infrastruktúrát ahhoz be kell fejleszteni, hogy most e, ne csak mi mondjuk, hogy milyen jó nekünk a Tiszaparton, hanem idején sok debreceni van, hogy ők is azt mondják, hogy igen, megéri Debrecenből ide kocsikázni, mert jó a levegő, tudok e, strandolni normális körülmények között, mert a víz tisztasággal nálunk sosincsen probléma, itt nagyon tiszta a víz, mindig megfelelünk mindenféle előírásnak, csak ha nincsen kiépített rendszer, akkor mit csináljanak itt, akkor egy napig jó, és ez lenne pont a cél, hogy tovább tartózkodjanak itt a turisták. A beruházás jelenleg is zajlik. Parkoló és játszótér épül, a területen iroda, raktár és szaniterkonténereket is elhelyeznek. Az önkormányzat tervei között több átfogó idegenforgalmi fejlesztés célzó beruházás is szerepel. A turizmus szeretném még fejleszteni, mert az lenne a lényeg hogy az egész történetből, hogy ne csak három hónapról szóljon ez a szezon, hanem próbáljunk olyan szálló vendégeket, hogy itt van a Tisza csónak kölcsönzőt is azért szeretnénk egy következő pályázatból, vagy valami olyasmit, hogyha meg tudsz állni egy horgász, akkor tudja eltölteni az idejét, mert akárhogy nézzük, vannak a tavak, de egy folyóvízen horgászni teljesen más feelinget jelent, mint egy tóra lemenni, mert itt lehet vándorolni, lehet nézni, ott meg egy tónál adott a helyzet. A beruházás a tervek szerint december közepén zárul. Kerékpártárolót, kajak és kenükölcsönzőt is kialakítanak a folyóparton.